Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a soroksári református gyülekezet templomából, a Hősök teréről, ezen a mai borongós reggelen, délelőttön. Isten hozott mindenkit a készülékek elé, és reméljük, hogy hamarosan ide a templomba is eljöhetünk majd, de egyelőre most még így, ebben a virtuális, mégis valóságos lelki közösségben lehetünk együtt. Legyünk így együtt, és így figyeljünk Isten üzenetére. Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltárunk első versét énekeljük, imádságos szívvel, hiszen zsoltáraink, dicséreteink, imádságok is egyben, az Úr én nékem őriző pásztorom. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, és énekeljük a 255. dicséretünket, a 255. dicséretünk első 4 és a 8. versét. A 255. dicséretünk első 4 és 8. versét énekeljük, a 255. dicséret első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található és megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon, Mózes első könyvében, Mózes első könyve 41. részében, a 37. és a következő versekben, az 57. versig. Isten igéjét Mózes első könyvéből, a 41. részből figyelemmel hallgassuk meg. Tetszett pedig ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének. A fáraó ezt mondta szolgáinak. Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó. Miután Isten mindezt neked tudtul adta,
nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te felügyelsz majd a házamra, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teslek. Azzal levette a fáraó a pecsétgyűrűt az ujjáról, és József ujjára húzta, gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte: térdre! Így tette őt, tudnélik Józsefet, Egyiptom egész felügyelőjévé. És ezt mondta a fáraó Józsefnek: én vagyok a fáraó, de te nélküled még a kezét vagy a lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban. Ezután elnevezte a fáraó Józsefet Szafenat-Paniáknak, és hozzáadta feleségül Aszenátot, Potiferának, Ón papjának a lányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője. József pedig 30 esztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya és a fáraó előtt. Aztán kiment József a fáraó elől, bejárta egész Egyiptomot. A bőség 7 esztendeje alatt gazdagon termett a föld. József összegyűjtött a 7 esztendő alatt minden élelmet, ami csak volt Egyiptomban. A városokban helyezte el az élelmet, minden városban a körülötte levő mező élelmét helyezte el. József így annyi gabonát halmozott föl, mint a tengerpart homokja. Olyan sokat, hogy végül már nem is vették számba, mert megszámlálhatatlan volt. Józsefnek 2 fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje. Aszenát Potiferának, Ón papjának a lánya szülte őket. Első szülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta: elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát. A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta: meggyarapított engem Isten nyomorúságom földjén. Azután eltelt a bőség 7 esztendeje Egyiptomban, és megkezdődött az éhínség 7 esztendeje, ahogyan megmondta József. Éhínség támadt minden országban, de Egyiptomban mindenütt volt kenyér. Azután Egyiptomban is éhezni kezdtek mindenütt, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. Ekkor a fáraó ezt mondta az egyiptomiaknak: menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amint mond nektek. Amikor az éhínség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta az összes magtárat, és gabonát árult az egyiptomiaknak, mert súlyos volt az éhínség Egyiptomban. És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos éhínség volt az egész földön. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, üzenetének megértését, szívünkbe fogadását és megtartását. Ezért csendesedjünk el és imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük azt neked, hogy velünk voltál, és erre a mai napra elsegítettél. Köszönjük, Urunk, azt neked, hogy te nem csak a mi testi eledelünkről gondoskodsz, hanem te törődsz a mi lelkünkkel is. Köszönjük, Urunk, azt, hogy újra és újra elkészíted az egyéni csendességeken túl a közös elcsendesedés alkalmait, amikor együtt, egy szívvel, egy lélekkel állhatunk meg a te színed előtt. Urunk, köszönjük azt, hogy most a fizikai közelség nélkülözések közepette is lélekben mégis egy szívvel, egy lélekkel kiálthatunk hozzád, és kérhetünk téged arra, Urunk, hogy légy velünk. Légy velünk itt a templomban, de légy velünk a mi otthonainkban is. Te csendesítsd el a mi szívünket, gondolatainkat, és te szólíts meg bennünket, Urunk. A világ, amely körülvesz bennünket, oly sokféle dolgot produkál és mutat. Gyakran zajos és rohanó, most pedig feszültségekkel, várakozásokkal, vágyakozásokkal teljes. És Urunk, készen áll mindenki a nagy rohanásra, az újbóli rohanásra dolgaink és terveink, szándékaink után. Urunk, könyörülj meg rajtunk és segíts abban bennünket, hogy igéd vezessen a hétköznapokban.
Szólíts meg úgy, hogy mindazt, amit Te üzensz nekünk, szívünkbe zárjuk, ott forgassuk, ízlelgessük a Te szavaidat, és a Te lelked segítsen meg bennünket abban, hogy amikor eljön a cselekvés ideje, akkor tudjunk úgy cselekedni, szólni, ahogyan Te tanítasz bennünket. Így kérünk, Urunk, áld meg Isten tiszteletünk, ígére figyelésünk, teremts csendet bennünk és körülöttünk, és ebben a csendben hadd halljuk meg a Te halk és szelíd hangodat. Amen. Az ige hallására készülve a 172. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, a 172. dicséret egyetlen versét, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával szeretném üzenetét hirdetni. Írva van a Mózes első könyve 41. részében, az imént olvasott szakaszban, közelebbről az 56. és 57. versekben eképpen. Amikor az éhínség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta az összes magtárat, és gabonát árult az egyiptomiaknak, mert súlyos volt az éhínség Egyiptomban. És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos volt az éhínség az egész földön. Kedves testvérek, kedves figyelők, akik figyelik ezt az élő közvetítést innen a templomunkból, egy érdekes személyiség és egy érdekes történet, amely előttünk van. A felolvasott ige szakasz egy rövid kis részlet annak a Józsefnek a történetéből, történet sorozatából, aki az Ószövetségnek egy rendkívül fontos alakja. Nagyon fontos szereplője az Ószövetségnek és Isten népe történetének. Jól lehet, ha belegondolunk, akkor Józsefnek igazából tulajdonképpen egy nagy cselekedete volt, egy nagy olyan tette volt, amely kivívta számára az elismerést. Ez a tett pedig az volt tulajdonképpen, hogy megmentette Egyiptomot és a környező országokat attól a 7 esztendőn át tartó éhínségtől, amely sújtotta azt a vidéket. Mondhatnánk azt, hogy hát ennyit tett József, ennyi volt az ő egész élete. Mégis benne van a Szentírásban, és ez egy picit arra kell, hogy buzdítson és indítson bennünket, hogy mi is a magunk helyén állva, magunk szolgálatában, feladatában, munkájában helytállva, ha csak egy olyan dolgot tudunk cselekedni, amellyel tudunk másoknak használni, amivel Isten tud bennünket használni, akkor ne csüggedjünk, és ne veszítsük el a kedvünket, hogy hát csak ennyi volt, mert Józsefnek is csak egy nagy cselekedete volt, de aztán minden dolgot megoldott, és nagy-nagy menekülést eredményezett. De nem erről szeretnék igazából szólni. József egy érdekes személyiség. Érdekes személyiség, mert nem véletlenül helyezi el őt a Szentírásban, Isten szent lelke, hosszú fejezeteken keresztül olvassuk a történeteit Mózes első könyvében, gyermekkorától kezdve, egészen haláláig, minden le van jegyezve,
mert ő egy rendkívül fontos, tanúságos életű ember. Egy olyan tanúságos életű ember, akinek az életén, egész élet történetén látjuk azt, hogy Isten hogy tud munkálkodni, hogy akar munkálkodni az egyes emberek életében. Érdekes dolog, amit olvastunk, nem tudom, hogy megfigyeltük-e, vagy a fülünket megütötte, hogy József 30 esztendős volt, amikor Egyiptom királyától a legnagyobb rangot és a legnagyobb megbízatást kapta, amit kaphatott ember abban az időben. 30 esztendős, amikor elkezdte nagy művét, szolgálatát. Nem tudom, eszünkbe jut-e valaki, aki szintén 30 esztendős volt, és akkor kezdte el az ő szolgálatát. Igen, Jézus Krisztusról van szó, a mi Urunkról, aki szintén 30 esztendős volt, amikor megkeresztelkedett, aztán elment a pusztába böjtölni, és utána elkezdte földi működését, szolgálatát 3 éven keresztül. Szokták gyakran Józsefet és Jézust párhuzamosságba állítani egymással, szinte azt mondják, hogy József Jézusnak az egyik ószövetségi előképe is volt. Röviden mi az ő története, mármint József története? Akik esetleg nem ismernék, azoknak ajánlom elolvasásra, hiszen gyerekeknek és felnőtteknek is rendkívül izgalmas ez a történet, és a mai napig pedig már nem vagyok gyermek, de mégis a kedvenc bibliai történeteim közé tartozik József története, és amikor a gyerekeknek erről beszélek, órákon, hittanórákon keresztül, akkor várják mindig a folytatást, és szomorúak, amikor valahol abba kell hagyni. Nos, hát mi ez a történet? József Jákóbnak, az ő édesapjának az a legkisebbik gyermeke volt, aki egy különleges helyzetben volt a családban. Jákóbnak attól a feleségétől született, akinek hosszú-hosszú éveken keresztül nem született gyermeke. Majd aztán egyszer csak megszületett József a kedves, a szeretett feleségtől, és épp ezért nagy-nagy becsben volt ez a fiatalember. Aztán úgy viselkedett, úgy élt gyermekként, fiatalemberként, hogy kamasz korában 17 esztendős volt, amikor testvérei Egyiptomba juttatták, eladták tulajdonképpen rabszolgának, hogyha leegyszerűsítjük a történést, meg akarták előbb ölni, majd utána egy sokkal rosszabb dolgot tettek vele, a rabszolgának adták el, amely tulajdonképpen egy lassú, kínos halál volt azoknak, akik belehaltak Egyiptomban a sok-sok munkába. És aztán rabszolgaságában egy kis felemelkedés volt, mintha egy picit jobb lett volna a sorsa, majd hamisan megvádolták, a fáraó börtönébe került, ahonnan nem volt visszaút és kiút igazából senki számára. És akkor, amikor József élete nagy mélységbe kerül, egyszer csak történik valami, az, amit itt olvastunk. A fáraó álmot álmodik, 2 egyforma álmot, az egyik álomban 7 kövér és 7 sovány tehén van, a soványak megeszik a kövéreket, és ugyanolyan soványak maradnak, a másik álomban 7 kövér és 7 sovány buzakalász, ugyanúgy a sovány buzakalászok megemésztik a kövéreket, és nem látszódik rajtuk. És akkor József megfejti a fáraó álmát, mivel van valaki a fáraó udvarában, akivel együtt raboskodott, és eszébe jut végre, hogy van valaki, aki a börtönben álmot tud fejteni, és ez József. És akkor József eljön, elmondja az álom megfejtését, és érkezünk el a mostani időszakig, amit olvastunk. Mi az üzenete úgy általában József életének és a felolvasott igének is ebben a mostani helyzetünkben? Az első dolog az, amit fontosnak látok megemlíteni, hogy Isten a nehéz idők után elhozza, mindenféleképpen elhozza az enyhülés idejét. Hogy mikor, az egy nagy kérdés. De mindenféleképpen. És ezt úgy mondom, mint aki a saját életén is tapasztalta, hogy bizony-bizony nekünk lelkipásztoroknak nagyon sokszor nehéz dolgunk van, főleg akkor, amikor Isten igéje, az ige hirdetése akadályokba, falakba ütközik, és sokféle nehézsége van a lelkipásztori életnek, de Isten elhozza a nehéz idők után az enyhülés idejét. Ahogy említettem, József 17 esztendős volt, amikor Egyiptomba került,
és 30 esztendősen jött el számára az áhított boldog idő, az enyhülés, a megoldott élet ideje. Mennyi a különbség? 13 év. 13 év, és hogyha belegondolunk abba, szám szerint ez nem olyan sok. De hogyha azt vesszük, hogy tulajdonképpen, hogyha mai napot vesszük, május 17-e van, tegnap volt 2 hónapja annak, hogy bezártságban éljük az életünket, még csak 2 hónapja. De minthogyha már 2 év lenne, minthogyha 20 év lenne, kinek mi az érzése? De mindenki próbál már szabadulni, és örülünk annak, és vágyakozunk arra, hogy végre teljesen mindent folytathassunk úgy, mint ahogy eddig tettük. Élhessünk szabadon, idézőjelben. Nos hát, József számára 13 év volt, amíg várni kellett, hogy majd csak jobb lesz. Igen, emlékszem arra, amikor a lelkészi szolgálatomat elkezdtem, és aztán családos emberként szembe találkoztam az élet nehézségeivel, és mindig azt mondtam magamnak az esztendő végén, na majd a következő év biztos jobb lesz, majd csak jobb lesz. Hát aztán ugyan szokott lenni, nem lett sokkal jobb, rosszabb sem, általában minden maradt úgy, mint korábban. Jöttek a nehézségek, egyre több, és aztán egyszer csak azt mondtam, hogy én már nem is számítok semmire, majd alakul valahogy, ahogyan Isten akarja, mert nem bosszantom magam, illetve nem ringatom magam hiú ábrándokba, hogy majd csak jobb lesz. Gondoljuk bele József életébe. Tiszta hullámvasút az ő élete, néha úgy érzi, hogy egy picit jobb, aztán utána jönnek a nagy mélységek, és aztán megint elcsügged, és amikor egy szalmaszálba belekapaszkodik, az ketté törik a kezében, de mégis túléli ezt a 13 hosszú évet. Miért? Azért, testvérek, mert akármilyen ember is volt, akárhogyan is valóban sok minden rajta is múlott, hogy a sorsa ilyen lett, mégis Istenbe vetett hittel élte az életét. Azt olvassuk, hogy amikor rabszolgaként Egyiptomba, Potifár házába kerül, hogy az Úr Józseffel volt. Isten Józseffel volt, nem hagyta magára. Ott volt vele. És igen, megengedett sok minden rosszat, ami megtörtént József életében. De nem hagyta magára. És József ezt tudta. És életének a legnagyobb mélységeiben is, amikor reménységei szerte foszlottak, akkor rádöbbent arra, hogy egy valakiben biztosan bízhat és reménykedhet, hogy nem hagyja magára. Ez pedig az Úr, aki megígérte, hogy vele lesz. Kedves testvérek, biztosan vannak közöttetek, közöttünk sokan, akik nehéz időket élnek. Egyébként is mindannyian most nehéz időket élünk. De kinek-kinek az egyéni életében lehetnek ilyen nehéz időszakok. Bíz abban az Istenben, aki szeret téged, aki egyszülött fiát adta érted, hogy elhozza az enyhülés idejét. De várni kell, türelemmel. Tőle kért és kapott türelemmel, mert megéri a várakozás. Olyan dolog történik Józseffel a várakozás után, amire ő életében soha nem gondolt volna. Mi lett Józsefből? A fáraó helyettese. Érdekes, amit olvastunk, azt mondja a fáraó, hogy bár én vagyok a fáraó, de te nélküled, József, senki még a kezét vagy a lábát sem mozdíthatja meg egész Egyiptomban. Micsoda hatalmat kapott József. Életében nem gondolta volna, hogy ez így beteljesedik. És lám mégis, mert Isten elhozta az enyhülés, a gyógyulás, a megoldás idejét. A másik üzenet, ami ebben az igében benne van, és konkrétan a felolvasott igében is megtaláljuk, hogy Isten azzal küld el bennünket, és arra rendel bennünket, hívő embereket, hogy áldássá legyünk mások számára. A hívő keresztény élet nem arról szól elsősorban és kizárólag, hogy én magam jól érezzem magam, én biztonságban érezzem magam, az én lelki állapotom az legyen mindig valamilyen szinten fit és legyen rendben. Nagyon fontos dolog ez, de nem öncélú, hanem azért áld meg bennünket Isten, hogy az ő áldásait továbbadjuk. És József életében egy érdekes dolgot látunk. Józsefet nem Isten nevezi el, mert kap egy új nevet, egy egyiptomi nevet.
hanem maga a fáraó. Cafenat Paniach, ez az egyiptomi név, amellyel Józsefet a fáraó elnevezi, azt jelenti, hogy a megmentő, az élet megtartója, az élet megőrzője. Nem Isten adja ezt a nevet, hanem a fáraó, egy pogány ember, mai szemmel, keresztény szemmel említve. Hát akkor nem is lényeges. Pont ezért lényeges, testvérek. Mert nem mondhatja senki azt, hogy hát József ezt a nevet magára ragasztotta, minthogyha Isten ezt neki megsúgta volna a fülébe, hogy mostantól ez lesz a te neved, hanem egy kívülálló, egy Istent, az Izrael Istenét nem ismerő ember mondja Józsefről, hogy te vagy a megmentő, az élet megtartója, megőrzője. Mert olyan dolgot cselekedtél, amit másképpen nem lehet cselekedni, csak hogyha az Isten van vele. Volt Józsefnek egy különleges képessége, amit Istentől kapott, amivel kérkedett is először, az álomfejtés tudománya. Amikor otthon volt, tulajdonképpen ez volt az, amely az ő életét elindította a lejtőn. Egy ajándék, amit ő rosszul használt. Egy képesség, egy Istentől kapott képesség, amivel ő visszaélt. Mert hogy elkezdett dicsekedni. Megálmodta ugyanis, már fiatal korában, 15-16 esztendős lehetett talán, hogy majd a nap, a hold, a csillagok meghajolnak előtte, meg a búzakévék a mezőn, a testvérek által összekötött búzakévék meghajolnak előtte. Isten megmutatta számára a jövőt, amely még ködös volt az ő számára, de még gyerek volt, és dicsekedni kezdett. Aztán a börtönben is azt mondja, hogy majd én megfejtem a börtönt, a társaknak az álmát, a fáraó két főembere volt vele, a pohárnok és a fő pékmester, majd én megfejtem. És aztán itt pedig azt mondja, hogy az Úr, aki majd megfejti az álmokat. És akkor e képesség révén, József személyisége révén Isten áldást ad Egyiptomnak. Megmenti egész Egyiptomot, megmenti a családját, és nem csak a családot, hanem megmenti azokat is, akik ott élnek Egyiptom környékén. Valóban megmentője lesz mindenkinek József. Kedves testvérek, bennünket is használni akar Isten, hogy áldásai, kegyelme, szeretete, gondoskodása tovább áradhasson rajtam és rajtad keresztül. Mindenkinek adott Isten valamilyen ajándékot, de az élet ajándéka a legnagyobb ajándék. És nekünk az életünket úgy szabad, és úgy lehet, és úgy kell élni, hogy ez áldásul szolgáljon másoknak. Hogy ne a magunk gyarapodására gondoljunk elsősorban, ne a magunk életére gondoljunk elsősorban, hanem legyen ott előttünk a mások sorsa is. Látjuk József életét, hogy nagyon szép egyéni élete is volt, hiszen kiteljesedett az élete, volt felesége, voltak gyermekei, akik ráadásul Izrael 12 törzse közé tagolódtak majd be később, Manassé és Efraim leszármazottai. Tehát egy csodálatos földi élete is volt ennek az embernek. De ezen túl először áldássá akart és tudott lenni az Isten kezében. Először kereste az Isten országát, és minden megadatott neki. Most, amikor talán úgy érezzük, és a hírekből azt halljuk, hogy most már talán valóban enyhül a betegség, a járvány szorítása, és enyhül az a szigor, amely velünk volt az elmúlt két hónapban, és mindenki rohanhat. Ó, ne olyanak legyünk, mint a gyerekek, amikor megszólal az óra végén a csengő, és toltartó ceruzát, könyvet elhajítva rohannak ki az udvarra, az osztályteremből, nem törődve semmivel és senkivel. Lehet egy ilyen felszabadult öröm bennünk, de figyeljünk arra, hogy mindaz, amit cselekszünk, az valóban Isten áldásának a továbbadása legyen. És abban az életben, abban az újrakezdődő életben, amely reménység szerint előttünk áll, legyen imádságunk annak a szép éneknek az a néhány sor, hogy tégy, Uram, engem áldássá. Hadd legyek áldássá, Uram, a te kezedben mások számára. Mert ezt várja tőlünk ez a világ. Jogos az elvárás. Amikor bírálnak bennünket, amikor ránk tekintenek, akkor sokszor azt látják, hogy
egy templomba zárkózó, bezárkózó közösség, csapat vagyunk. Ne ilyenek legyünk. Most, amikor az otthonaink majd kinyílhatnak, jöhetünk a templomba, mindaz az áldás, ami itt bent adatik, áradjon szét általunk a környezetünkben, a világban. Van egy következő nagyon érdekes üzenete is ennek az igének, mégpedig az, hogy Isten kezében és tervében minden az őt szeretők javát szolgálja. A baj, a rossz, a nehézség is. Ez nem egyfajta önáltatás. Nem egyfajta olyan dolog, hogy ezzel vigasztalgatjuk magunkat, amikor mindenféle gondunk, bajunk, nehézségünk van, hogy nem baj, majd úgyis valahogy javunkra válik. Igen, ebben van sok vigasztalás is, de ez ennél sokkal több. Egy olyan tudat a hívő ember életében, ami ott volt József életében is. A sok szenvedés, ami érte ezt a fiatal embert, formálta és alakította, javára vált. És olvasok tovább a történet folytatását, hiszen nem ér itt véget a történet, mert hiszen József találkozik majd aztán a testvéreivel, és az is egy rendkívül izgalmas sztori a Bibliában, egy igaz, megtörtént történet. József számára aztán a végén összeáll a kép, amikor azt mondja a testvéreinek, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, Isten azt mégis jóra gondolta fordítani. Mindaz a rossz, ami az életemben volt, az szükséges következménye volt az én vétkeimnek is, de ott volt benne Isten tervében, és a vége valami csodálatos dolog lett. Sokáig nem így látta József. Sokáig valóban el volt keseredve, de mégis Istenbe kapaszkodott, és ez is nagyon emberi dolog. Akkor nehézségek vannak valakinek az életében, nem lehet neki azt mondani, hogy mosolyogj és örülj, mert hiszen a szíve tele van keserűséggel, a lelke tele van gondokkal, hogy mosolyogjon. Életszerűtlen ez a dolog így. Igen, lehet sírni, lehet szomorkodni, csak egy valamit nem szabad, Isten kezét nem szabad elengedni, és József ezt nem tette. Minden szomorúságában újra és újra megtalálta Istent, a börtön mélységében is hozzá kiáltott, amikor rájött arra, hogy senkire nem számíthat, csak az Úrra. De a végén ott volt a csodálatos szabadulás, és összeállt a kép, és megértette József mindazt, ami vele történt, mert célja volt Istennek Józseffel. Nos, az utolsó gondolat pont ezzel kapcsolatos, hogy mi volt a célja Istennek azzal, hogy József életében ezt a sok gondot megengedte, hogy végigvitte Józsefet egy ilyen nagyon nehéz és göröngyös úton 13 esztendőn keresztül. Azt testvérek, hogy József Isten iskolájába járt. Érdekes dolog, ha belegondolunk, hogy 13 esztendőn keresztül volt József életében jelen a nehézség, és hát hogyha összeadjuk, akkor egy gyermek, egy mai gyermek körülbelül 13, hát 14 esztendős akkor, amikor kijárja az általános iskolát. Nagyon érdekes egybeesés ez. József is iskolába járt. Iskolába járt, 13 esztendőn keresztül tanította őt Isten sok mindenre. És szabad nekünk az életünk nehézségeit, sőt kell az életünk nehézségeit, nehéz időszakait így felfogni, hogy Isten valamire tanítani akar bennünket. Ez a mostani időszak, amely úgy tűnik, hogy véget ér, a járvány veszély, ha nem is múlik el teljesen, de egy olyan szintre csökkenhet, reménység szerint, vagy csökkent, amely szint úgy elviselhető, különböző óvatossági eljárások betartásával élhetővé teszi a hétköznapjainkat. Vajon mi jön ezután? Óriási kérdés sokak számára, és sokan hangosan is gondolkodnak rajta, és elmondják a véleményeket, hogy vajon az ember tanult ebből? Tanultunk abból, ami történt velünk? Meg ami történik velünk? Változunk valamiben, vagy mindent ugyanúgy folytatunk, mint tovább? Isten felemelte az ő mutató ujját, megállított bennünket, figyelmeztetett, hogyan nagyon sokan a járvány kitörésének első heteiben megfogalmazták ezt. De most nem kezdjük ezt elfelejteni egy kicsit? És nem arra tekintünk, hogy na most akkor szabaduljunk ki gyorsan,
és legyünk újra szabadok, és tehessünk azt, amit akarunk. A kettő nem zárja ki egymást, hogy tanuljunk belőle, hogy szabadok legyünk, kiszabadulva a szorításból, de tudjunk másképp élni. József kiszabadult a szorításból, a börtön szorításából, a gondok szorításából, a boldogtalanság szorításából, de egy más életet élt. Mit tanult meg? Megtanult először is azt, hogy a gőg az bűn. A gőg, amikor az ember a másik ember meg Isten fölé helyezi magát, ez bűn Isten szemében. Olyan bűn, amellyel kapcsolatokat lehet rombolni, amivel le lehet rombolni egész társadalmakat. Ott az ő életében, gyermekkorában, kamaszkorában az ő gőgös viselkedése tönkretette a családja életét. Olyannyira, hogy a testvérek ellene fordultak, saját testvérei meg akarták ölni. A vérét akarták ontani a gőgössége miatt. És apja, anyja is megszomorodott, és amikor a testvérek végül eladták rabszolgának, akkor az egész családon úrrá lett a szomorúság, és széthullott szinte az egész család. A gőgbűn, ember, tanuld meg, ne legyél gőgös, és ne bízd el magad. Azt hiszem, Isten ezt nagyon határozottan megmutatta nekünk az elmúlt hónapokban. Aztán a másik dolog, amit megtanult József, hogy tetteinknek következményei vannak. Bármit teszünk, annak marad nyoma utánunk, a jó tetteknek is, meg a rossz cselekedeteknek is. Vannak következményei. József úgy élte életét a maga kamaszos nagy lendületével, hogy azt gondolta, hogy bármit megtett, bármit mondhat, de rá kellett döbbennie, hogy nem. Rá kellett döbbenni az, hogyha ő tesz valamit, akkor annak lesz következménye. Az ő esetében a legsúlyosabb az volt, hogy oda került Egyiptomba. És aztán ott Egyiptomban is látnia kellett, hogy bármit tesz, mindig mindennek van következménye. Nem következmények nélkül való ez a világ. Sokan sokat beszéltek róla, de látjuk talán most, hogy igen, bármit tesz az ember, hogyha valamit rosszul tesz, akkor annak súlyos ára van. Megtanultuk ezt a leckét. Aztán rá kellett jönni Józsefnek arra, hogy nem mindig úgy mennek a dolgok, ahogy ő szeretné. Meg kellett tanulnia az alázatos engedelmességet. Ő, aki díszes ruhában járt, ezt még nem is mondtam, apja kivételezett vele, ő pedig élvezte ezt a kivételes helyzetet, míg a testvérei egyszerű szürke hétköznapi ruhában jártak a mezőre, ő szép, díszes, cifra, színes ruhában járt, kelt közöttük, mint egy király, mint egy herceg. Irigykedtek is, ő pedig büszkélkedett. Hát meg kellett tanulni ennek a fiatalembernek ott Egyiptomban a rabszolgasorsban, hogy alázatos legyen és engedelmes. Amit mondanak, meg kell cselekedje. És ne helyezze magát a többiek fölé. Mert ő is egy ember, aki fölé rendeltettek mások. Ez egy nagyon nehéz lecke volt Józsefnek, mert egy olyan ember volt, akiről látjuk azt, hogy vezetésre született és vezetésre termett. De meg kellett tanulnia, hogy később jó vezető lehessen, hogy alázatos és engedelmes. Mi is valamilyen szinten vezetjük a magunk életét, a családjaink életét, és talán vagyunk vezető helyzetben, ránk vannak bízva emberek. Tanuljuk meg az alázatot és az engedelmességet. Az elmúlt hetek talán rámutattak arra, hogy mennyire fontos ez. És aztán József megtanult harcolni a kísértések ellen. Potifár házában súlyos kísértések érték őt, de ő harcolt. Felvette a kesztyűt a kísértővel szemben, nem adta meg magát. A kísértő, a sátán mindig próbál eltántorítani bennünket Isten útjáról. Próbál félrevinni bennünket. Tele van az élet kísértésekkel. Mindenki kísérthető, mindenki valamilyen szinten próbatétel elé állítható. És eltántorítható. Mindenkinek megvan a gyenge pontja. A sátán ezt keresi, kereste József életében is. De Isten segítségével ellenállt. És megtanulta azt is, hogy Isten gyermekeinek az élete nem szenvedésmentes. Nem egy olyan út, amelyen soha egyetlen egy kis rögöcske sincs. Isten sokszor a nehézségek iskolájában tanít meg bennünket nagyszerű dolgokra, és tesz minket alkalmassá arra, hogy tudjon használni minket. És végül József rádöbben arra,
és megtanulja azt ebben az iskolában, hogy aki Istenben bízik, az nem csalódik soha, mert az igazi megoldás mindig Istentől jön, és eljön Istentől, mert ő nem várakoztat meg bennünket hiába. Várni kell, tudni kell várni az ő szabadítására, de jó dolog, hogyha várunk erre. Kedves testvérek, itt van előttünk egy fiatalember, élete sorsforduló pontján áll, 30 esztendősen lesz Egyiptom urává, felügyelőjévé, vezetőjévé. De most ne ezt nézzük, hanem azt nézzük, hogy egy sorsfordító pillanatban József életére rápillantva sok mindent üzen nekünk az Isten. Adja meg, hogy az ő igéjének valóban megtartói lehessünk. Adja meg Isten, hogy mindazt, amit ő üzen nekünk, a szívünkbe zárjuk, és adja meg, hogy amit ő tanítani akart számunkra, abban az iskolában, amely az elmúlt 2 hónapot jelentette, azt a leckét valóban meg tudjuk tanulni. Még nincs késő, hogy aztán úgy tudjunk élni a hétköznapokban, úgy tudjunk majd Isten kenyelméből, ha megadja, újra összegyülekezni, úgy tudjunk szolgálni, hogy életünk áldással lehessen mások számára. Ezt adja meg az Isten. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük azt neked, hogy te kegyelmes szereteteddel körülveszel bennünket, és a te tervedben mindennek értelme van. Urunk, látjuk József életén, hogy sokszor nem értette, hogy ami vele történik, az miért van úgy, miért pont vele történik, ahogyan mi is sokszor ugyanezt érezzük. Sokszor kiáltunk hozzád, és számon kérjük rajtad, hogy Uram, miért pont velem, miért pont engem, miért pont így, és Urunk, te ismered ezeket a szavakat. De Urunk, engedd, hogy el tudjunk csendesedni. Még akkor is, hogyha talán most életünk mélységeiben járunk. El tudjuk fogadni a te kezedből, és azt a kezet erősen tudjuk szorítani, mint József is tette a legnagyobb mélységekben is. Mert a sátán pont azt akarja, hogy engedjük el a te kezed, hogy aztán romlásba taszítson. Urunk, köszönjük, hogy te rajtunk tartod a szemed, megfogod a kezünket, átvezetsz bennünket a mélységeken. A Zsoltáros is írja, hogy ha halál árnyékának a völgyében járok, is nem félek, mert te velem vagy, Istenem. És te onnan kihozod és győzelmekkel ajándékozol meg. Urunk, köszönjük azt neked, hogy bízhatunk abban, hogy te elhozod az enyhülés, a gyógyulás idejét. Urunk, így imádkozunk azért, hogy ezt az időt te hozd el mindazok számára, akinek az élete gondoktól terhes. Imádkozunk, Urunk, így betegekért, adj nekik gyógyulást. Urunk, imádkozunk egy kórházban levő presbiter testvérünkért, adj neki testi-lelki megújulást és gyógyulást. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiket nem is ismerünk, és mégis úgy szenvednek betegségben, akár a vírus betegségében. Te adj, Urunk, gyógyulást mindenkinek, te könyörülj meg rajtunk. És valóban, Urunk, add meg azt, hogy amikor eljön a felszabadulás ideje, akkor bölcsen tudjunk élni a tőled kapott újabb lehetőséggel. Urunk, te sok mindenre tanítani akartál bennünket. Add, hogy egyen-egyenként személyes életünkben is meglássuk, mire akartál tanítani, mire akarsz tanítani minket. A körülöttünk lévő világban tapasztalható veszedelemmel, betegséggel, járványveszéllyel. Urunk, add, hogy amikor az élet visszazökkenhet a lassan majdnem korábbi kerékvágásba, akkor más emberként tudjunk tovább élni. Urunk, így könyörülj meg népünkön, könyörülj meg az emberiségen, hiszen mindannyiunkat egyformán sújtott és sújt ez a veszély. Tanuljunk belőle, tanuljuk meg, amit tanítani akarsz, hogy aztán valóban megáltasd a mi életünket. Így kérünk, légy velünk, adj türelmet, adj várakozni tudást, és adj hitet, bizalmat benned, Urunk. Így légy velünk a jövő héten, áldj meg bennünket családjainkban, szeretteink körében. Te tartsd meg gyülekezetünk kicsinyeit, nagyjait. Te hozz össze újra majd bennünket, engedd, hogy újra találkozhassunk egymással. És segíts, Urunk, abban, hogy az a közösséget, amelyet majd reménység szerint visszaadsz nekünk, valóban hálás szívvel és megváltozott szívvel élhessük meg. Így légy velünk és hallgass meg minket az Úr Jézus nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás előtt énekeljük el imádságos szívvel a 469. dicséretünk mind az 5 versét, majd utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és utána fogadjuk Isten áldását. A 469. dicséret így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek erőt, bölcsessége, türelmet adó közössége legyen és maradjon mi velünk most és minden időben, és az Úr Jézus legyen mindnyájunk őriző pásztora. Amen.